Íme kunszállás egy község Bács-Kiskun megyében Kecskemét és Kiskunfélegyháza között félúton. A helyiek a jól megszokott mindennapjaikat élik. 2009. szeptember 11-e és 13-a között azonban egy nem mindennapi időutazáson vettek részt. Korhű ruhákban lóháton vonultak fel a Kunok kunszállás utcáin azzal a célra, hogy ismét elfoglalják a községet. A Kiskun és a Nagykun települések idén világtalálkozót szerveztek, melynek részeként kunszállás 3 napon keresztül nem mindennapi programokkal várta azokat, akik az igazi kun hagyományokat akarták megismerni. A történelmi szállásfoglalás jelképesen egy jurta felépítésével vette kezdetét. Amikor már az egész jurta áll, akkor rakjuk rá a konyvát, először egy vékony konyva, aztán egy vastagabb konyva, egy takaró konyva fog rákerülni, amely már tisztítva van. És akkor így elkészül, ezt fog látszolni egy közel 30-45 perc. Ilyen jurtából többet is felállítottak a hagyományőrzők, akik már az előkészületek során lelkesen kivették részüket a munkából. A kunszállásiakat sem kellett sokáig kérlelni, egy emberként fogtak össze a helyiek, mivel tudták, ilyen időutazáson nem vehetnek részt bármikor. 41 település összefogásával jött létre ez a Kun világtalálkozó. Az már az első pillanatban biztos volt, hogy igen, mi is szeretnénk mindenképpen kapcsolódni ehhez a rendezvénysorozathoz, hiszen a név kötelez minket, tehát mi szerettünk volna megfelelni ennek a Kun szállásfoglalásnak. A civil szervezetekre támaszkodtunk elsősorban, nagyon jó a kapcsolatunk velük, és rengeteg segítséget kaptunk tőlük. Többször volt már nálunk kisebb-nagyobb rendezvény, a falunap az több évtizedes hagyománya van már lassan, de ilyen típusú hagyományőrzésre alapuló autentikus rendezvényünk ez a legelső. Nagyon sokat dolgoztunk rajta, sokat izgultunk, rengeteg segítséget kaptunk mindenhonnan, például a jelmezeket is a kunszállási asszonyok varták szabadidejükben, és meglepett a külsősöknek ez a pozitív hozzáállása, hiszen a semmiből kezdtük keresgélni őket, és nagyon sokan eljöttek hozzánk önzetlenül is. A programok az egész családot várták, a legjobban persze a gyerekeknek tetszett, hogy megküzdhettek egymással a szalmavárban, és kipróbálhatták az íjászatot is. Tudják önök, hogy mi az a kiskunderék húzás? Ha nem, akkor jól figyeljék meg ezt a küzdelmet, nem csak a fiúk, de a lányok is megmutathatták, hogy ki az erősebb. Belekapaszkodott a derék szíjába az egyik öreg a másiknak, egyik juhász, és próbálták a kocsmából kidobni derékszion kézzel, csak fél kézzel szabad volt megfogni, másik kézzel nem. Na most ezek az alapjai, meg a kötőfék szaggatás, meg a nyakukba a kötőfékkel, a gurtnival egymást húzták az emberek, tehát ezekből a régi pásztor népi virtuskodó játékokba alakította ki Kovács Sándor Pál a bátyám, akit mögöttem épp a gyerekeknek oktatja a játékot, alakította, koreografálta meg ezeket a kúsági népi játékoknak. Koreografálta meg. Na most ebbe van olyan, mondom a neveket, hogy botbirkodás. Ugye ezt a pásztorok a gamós bottal, a juhász bottal csinálták, mi már nem abban csináljuk, hanem jobb hiány, egy nyújtófát hoztunk otthonról abból, de bármely fadarabbal a gyerek meg tudja csinálni. Ki lesz a meghajtó? A vállalkozó kedvű gyerekek saját emlékérmét is készíthettek maguknak, mondani sem kell, nagy volt a tolongás a pénzverő masina előtt. Aki vásárolni óhajt, ő saját maga ki tudja nyomni. Két fele van, ugye, mint az éremnek két oldala. Tessék, van egy sor. A szállásfoglalás 3 napján egyik színpadi produkció követte a másikat. A zene és az ének segítségével valóban olyan érzése volt az embernek, mintha a történelmi időkbe utazott volna vissza. Elhő hív,
A szállásfoglalás helyszíne egy nem hétköznapi adottságokkal rendelkező terület volt a falu központjától néhány száz méterre. Az év többi napján itt általában fogadhajtó versenyeket és lovas programokat szerveznek. A szabadidő központ mintha csak erre az alkalomra készült volna. Ennek a pályának az az egyik titka, hogy ez a pálya ilyen, hogy ez rendszeresen karban van tartva, rendszeresen füvet nyírunk, rendszeresen gaztalanítunk, és elvileg itt nem kellett különösebben nagy előkészületet csinálni, tehát az adott volt. Két gyúrt, tehát a mongol nagykövetségről hoztunk Pestről, a többit pedig a hagyományőrzők hozták. A Kun világtalálkozóhoz azért csatlakozott Kunszállás, mert fontosnak tartják értékeik megőrzését. Közel 2000-en lakják ezt a barátságos Bács-Kiskun megyei települést, ahol még arról is tájékoztatják az ideérkezőket, hogy merre van Budapest, Szeged vagy éppen Pécs. Nemrég újították fel a faluházukat, ahová kiállításokkal, ünnepségekkel és más rendezvényekkel várják a helyieket. Ásatások igazolják, hogy ezen a területen már 4000 évvel ezelőtt is laktak. Éltek itt szaramaták, hunok és szlávuk is. A letelepedett kunok felvették a kereszténységet, falujuk, szállásuk a mai Fülöp-Jakab területén volt. A faluhoz tartozó puszta nagysága közel 40 ezer hektár volt. A feljegyzések szerint az itteni kunok bátrak, vitézek és a királyhoz hűséges harcosok voltak. 1526. augusztus végén a törökök elpusztították a falut. A török kiűzése után sok évnek kellett eltelnie, hogy az egész műveletlen róna újra ember lakta területté váljon. A 19. század végére már iskola és szélmalom is volt itt. 1945-ben a község önálló lett, de a Kunszállás nevet csak 1947-ben vette fel a falu. 1950-től 1990-ig Kunszállás és a szomszédos Fülöp-Jakab egy községet alkotott Kunszállás központtal. Kunszállás mindent megtesz azért, hogy megőrizzék történelmüket, hagyományaikat, de vajon tudják-e a helyiek, hogy mitől lesz valaki kun? Nóra termett. Tehát egy kemény, mokány, elég, tehát egy ilyen kis zömök ember, aki mondjuk nem ijed meg a saját árnyékától. Hősiesség, a dicsőség, az a szeretetőleg. Mohácsnál biztos sokan elvesztek, de mindig van, aki megmarad. Ugye akármilyen szépen kaszálnak is, mindig marad. A kunok egyik jellegzetes tulajdonsága tehát, hogy nem ijednek meg a saját árnyékuktól, és ezt be is bizonyíthatták. A történelmi szállásfoglalás úgy sikerült, ahogy azt a szervezők elképzelték. Egy 2000 fős település életében különösen nagy esemény az, ha három napra megfeledkezhetnek a hétköznapokról, és ilyen jelmezekben, ráadásul lóháton múlathatják az időt. Feledhetetlen élmény, ha az ember otthona, ha csak néhány órára is, egy jurta. Úgy érzem, hogy aki ide kilátogatott a három nap alatt, az valóban részt vett egy időutazáson, mint a századokban, mint pedig a térben. Aki kijött ide, megismerhette a kunok történetét, a szállásfoglalását, a kunok vigadalmait, és jól érezhette magát, és minden olyan programba be tudott kapcsolódni, ami egy kicsit is elvitte őt abba az időbe. A háromnapos program véget ért, a kunszállásiak ismét elfoglalták Kunszállást. Ha önök most azt kérdeznék, hogy ezek után milyen program lesz itt, az biztos, hogy a kunszállásiak előbb vagy utóbb kitalálnak valami hasonlót. Emlékként pedig megmaradnak a vágtázó lovak, az ősi viseletek, a zene, az ételek, a népi mesterségek és az összetartozás utánozhatatlan hangulata.